Következő díjazottunk a Mezőberényi Egyes kerületi egyházközségből érkezett, Köhler Julianna testvérünk. A számviteli főiskolán szerzett üzemgazdász diplomát, majd 77-től okleveles könyvvizsgáló volt, és 1981-ben jelentkezett az Evangélikus Hittudományi Egyetemre, és már nyugdíjasként 1986-ban kapott lelkészi diplomát. Azóta szolgál hűségesen, nem Luther kabátos lelkészként, hanem a gyülekezet életében sok-sok területen. Isten áldása legyen az életben. Nem is olyan régen a Mezőberényért elismerő címet vehette át Huliga néni 2017. októberében, ugye a Mezőberényi Városháza dísztermében, és most egy újabb elismerésben részesült, hát ez már sokkal jobból, mert tudom, hogy Huliga néni nem nagyon szereti ám a kitüntetéseket, főleg nem átvenni. Ott kezdődött, hogy ez a fülébe jutott a püspök úrnak, hogy Berénybe átvettem a kitüntetést, és ezen fölháborodott, és telefonon gyorsan megevett félig, hogy hát, és miért nem veszem át az egyházi kitüntetést, mikor ő már évek óta ígéri. Igen, mióta püspök tetszik lenni, azóta ígéri, püspök úr. De én azt mondtam, hogy én senkitől semmit soha el nem fogadtam egyházi szolgálataimért, akkor most ezt se fogadom el, mert se stólát, se fizetés, semmit el nem fogadtam senkitől. Olyan volt ugyan, hogy volt egy család, aki egyszer nagy édesség ajándékot, kosarat hozott, hát legalább a konfirmandusaim örültek. Na jó, viszont most akkor erre igent mondott végül. Ugye mit kell tudnunk erről az elismerésről? Kik kaphatják ezt meg? Mert ha jól tudom, akkor ez a déli evangélikus egyházkerületnek az elismerése. De mi ez az elismerés pontosan? Hát attól függ, hogy ki dolgozott, és mit csinált, és milyen. És a mióta leckét hagyott. Mindig volt valami, csak nem volt mindig ilyen hangos. De mióta évek óta van ez a éves találkozó, ahol most is ott voltunk, vagy 5000-en, ez a sportcsarnok tele volt, csak az egyik karzatra nem engedtek föl senkit, mert azt mondták, hogy onnan lesülnek az emberek délelőtt. És azért maradtunk ilyen sokan, de lent teljesen tele volt, hatalmas. Hát ez Pest-Szent Imrén van egy nagy ilyen csarnok. Nagy előny volt, csak egy utcát kellett menni. És akkor én mondtam, hogy én nem merek elindulni egyedül. Ha a keresztlányom elvisz, akkor jó, legyen májusban meg. Na, hát megbeszéltem a keresztlányommal, de hát a püspök úr a Katalint is fölhívta, és akkor a Katalin is mondta, hogy ez nem lesz könnyű dolog. Azoknak is szokott ő ellent mondani. De... Lelkészasszony, a Mezőberényi evangélikus lelkészasszony. Igen. És most nem mondtam nemet, hanem azt mondtam, hogy legyünk rajta túl, mert úgy látszik, hogy átfogadni még a Kondor Péternek is, és még az is ezt fogja görgetni 10 évig. Maga az elismerés az minek szól tulajdonképpen? Ez miről szól maga az elismerés? Az egyházi szolgálataimnak, mert tulajdonképpen én 55. március 15-től kezdve hivatalosan is egyházi munkás voltam. Azelőtt csak ilyen gyerekbesegítő voltam. Aztán, amikor hazakerültem Szegedről, akkor hivatalosan egyházi munkásként kerültem ide-haza az első kerületi egyházközséghez, és Mädchen für alles címen mindent csináltam, ami létezett. Aztán, mikor valaki kiesett a sorból, a kántorságon kívül mindent megcsináltam, harangoztam, mezeltem, amit kellett, de kántorizálni ezt nem tudtam. Azt mondta Jóska bácsi, hogy nagyon jó, mert akkor sose ragadna be a szád. És igaza volt. Na, minden esetre a püspök úr nem felejtette el, már mondta ő ezt nekem máskor is, de akkor se fogadtam el. Tavaly aztán megtudta, hogy én megkaptam Mezőberénytől, és azt mondta, hogy olyan nincs, így az egyházközség, aki a legtöbbet profitálta ebből, az nem ismeri ezt el lesz a munkát. Így került sor arra, hogy igen, mondtam, és mondtam, hogy el fogom fogadni. Hát igen, és ahogy látjuk, a családja is kísérte. Mi több, egy egész kis Mezőberényi különítmény ment erre az elismerésre, de ha jól tudom, akkor... És azon Jóri... voltak 12-en az egyházközségtől, 12-en talán, az, ha jól tudom.
Na, minden esetre itt elhangzott a méltatásban, én gondolom legalábbis, és egy kis fizetéske is megjelent, ahol az ön érdemeit felsorolják. Igen. Ezek között számomra, hát már nem meglepő, mert én tudom, Julika néni lelkész is volt egyébként. Nem felkent, vagy beiktatott lelkész, de lelkész volt, ahogy tudom. Munkatárs voltam. De rendesen prédikált, ahogy itt Mezőberényben mindig helyettesített. Amit kértek, azt mindig. És aztán, amikor a Petor bácsi beteg volt, akkor meg a második kerületben helyettesítettem. És így volt nekem itt mindig valami leszkém. És ezért másrészt a mezőtúri szolgálatért, mert ha akkor én nem fogadom el mezőtúrt, akkor a mezőtúr úgy szétszóródik, mint a szél a polyvát szét tudja szórni. De ha jól értelmezem, akkor ha itt nem volt Mezőberényben mondjuk lelkész, vagy mondjuk mezőtúron nem volt lelkész, vagy akárhol, akkor Julika nénit hívták, hogy akkor most akkor ön prédikáljon, mentem, tartsa, temessen, eskessen. Ilyen is volt, még Kamuton is temettem, mert nem volt senki, aki kimenjen Békés Csabáról, mert nem tudom, mi volt az egyházmegyébe, és akkor ez volt egy ilyen, akkor én sem megyek, ha az nem megy, és akkor én mentem, kész, el volt intézve. De akkor miért nem lett végül lelkész? Miért nem választotta azt, hogy na, akkor én akkor most tényleg lelkész lesz? Nem akartam, hát nyugdíjas voltam. Az oké, de attól még lehet az ember. Nem akartam lemondani. Ja, nem akartam. Fifikácsulik a néni. Igen, mert az több volt, mint minden más. Úgyhogy ennyit nem kaptam volna sehol, mint amennyit nyugdíjként kaptam. Na de azért arról se feledkezzünk meg, hogyha minden előtte igaz. Előtte is csináltam 10 évig, hát akkor utána is csinálhattam. Hát ez mondjuk így van. De ha minden igaz, akkor ön hát úgymond a pénzügyekkel is foglalkozott itt az egyházmegyében? Persze, hát az is a járt fizetés, az tiszteletbeli állás, szolgálat volt, igen. De ott mi is volt itt tulajdonképpen? Mi a pontos? Megyei számbevőszéki elnök. És ott mit kellett csinálni? Megnézni mindenkinek az elszámadását, költségvetését, és én bizony nem mulasztottam el, hogy az órára ne kopintsak az úrnak, hogyha rosszul csinálta. Volt ilyen? Volt, igen, mondom, hogy volt olyan, aki nem tudta a helyi értékét a számoknak, hát most képzelje el. Hát akkor tanárkodott is. Hogy értéke, vagy hogy engedték azt át az érettségén, nem tudom. És ez hány évig művelt egyébként? Tehát amíg mondjuk lelkészkedett 55-től. 55-től 2005-ig. 50 éven pontosan. Március 15-én tettem le egymás mellé a naplót, meg a ceruzát, és azt mondtam Katalinnek, hogy többet nem jövök be reggel. Belefáradt egyébként? Vagy? Belefáradtam. Belefáradt. Igazából mindig mindent csinálsz. Tehát ez a számomra, hogy van olyan munka, amit nem végzett. Hogy sepertem, meg meszeltem, meg a port söpörtem le a héten, példálóztam, hogy ott azon a párkányon sose volt akkor a por. Apukám féltett, hogy leesek az összekötözött létráról, erre elhozta nekem a kazalrakó létráját, és arra jártam föl, és onnan söpörtem le torseprűvel, de nem látszott messziről a sor, tavaly megmeszelték a paruhiát, odáig nem mentek a meszelők, és ott maradtam, hogy fekete. Hát, sor. Mert Julika néni nem volt ott már. Valljuk be őszintén. Utána károgtam, de már akkor késő volt. Viszont nem tudom, hogy egyébként az elismerő szavak között említették azt, hogy nem csak egyébként az egyházmegyei, illetve az egyházi szolgálata, hanem hát az írói munkássága miatt is megkaphatta volna ezt az elismerést. Hiszen a két kötetes Málinki robotosokról szóló kis kötetünknek a szerzője az bizony ön. Én voltam, és akkor minden este telefon ide-oda az egész országba, vagy a félvilágba, hogy mit tud a nagyapjáról, vagy mit tud az apjáról. És ez nem volt egy könnyű dolog, se a telefonszámlának, se nekem. És mindenkinek ingyen adtam a kezébe a könyvet. Uh-huh. Nem beszélve, hogy segített nekik, ahogy tudjuk, a nyugdíj. Hát az volt a másik, igen, de ez már utána jött. Már akkor együtt volt a névsor, és együtt volt a könyv is. És aztán még egy ilyen komoly leckém volt, az egyházközségnek nem volt összefoglalt története. Uh-huh. És akkor csináltam azt az egyházközségünk története című könyvet. Kezdetektől, jegyzőkönyvnél kezdtem, a kezdetben, mert van 1745. augusztus 12-én egy jegyzőkönyv, azzal kezdődött, és aztán ameddig tartott, addig próbáltam összefoglalni, és akkor abban minden lelkész neve van, minden gondnok neve benne van,
az első háborús halottak, a Málenki robotosok, a második világháborús halottak, ilyen névsorokat beleraktam, ami kell. Tehát az egy mezőberény történet tulajdonképpen. Hát bár mondjuk nem csak az 50 évről szól ez az egész, hiszen az egész életét végigkísérte az egyház, de mégis mire a legbüszkébb? Lehet ilyet itt valamit találni, hogy amire nem a legszívesebb? Nem voltam büszke különösen semmire. Nem. Tette, amit tenni kellett is. Tette, úgy értem, hogy úgy láttam, hogy kellett. Azért lett a címe az én önéletrajzi regényemnek az, hogy velem nem történt semmi. Ami persze nem igaz. Mert a gimnáziumba, tessék. De ami persze nem igaz. De így volt. A gimnáziumban, hogyha találkozó volt, ha nem volt ott az osztályfőnök, akkor én, mint megbízott, mindig bevezettem, meg rendesen megtartottam annak keretei között, nem tudom, szokott a iskolai találkozókra menni, de ott mindig megkérdezzük mindenkinek a élete sorját, és én a 18. voltam a névsorban. Na, a 18-as következik. Mondom, majd a végén. Mondjátok csak, jöhet a 19-es. És akkor jött az, és végigmentünk, és akkor a végén mondták, hogy hát te nem mondtál semmit. Hát velem nem történt semmi. Hát mi minden esetre azt gondolom, legalábbis én azt gondolom, hogy igenis történt Julika nénivel sok minden, és nagyon sok mindent köszönhetünk, nem csak az egyház, hanem bizony mi városlakók is önnek. Egyébként hagyj kérdezzem meg, így utólag ezt az elismerést akkor végül is jó szívvel vette, hát nem úgy, hogy na most akkor ezt megint... Hogy jó szívvel vettem át, hát nem lehetett ellent mondani, tényleg nagyon kis rendes volt. Meglátott rögtön, mikor a kocsitól gyalogoltunk oda, és akkor mindjárt jött, hogy... Na csak, hogy elértem a célom. Hát mihez gratulálunk, és természetes, hogy akkor büszkén viselje ezt a kitüntetést. Igen. Is. Nem tudom, hogy egyébként ugye látjuk itt, hogy alfa omega van benne, illetve egy kis virág. Igen. És megadták a módját. Sebestyén Mártát láthatjuk fotón, illetve igen, egy Békéscsabai zenekar is fellépett, ha jól látom. Igen, a Békéscsabai egyházi zenekar a Kutyainé vezetésével az is fellépett. Nagyon jó volt a zenekar. Nem gondoltam, hogy ennyire jó a zenekaruk, de jó. Hát mi pedig még egyszer akkor gratulálunk az elismeréséhez, Julika néni, és köszönjük és szépen. És akkor ki kellett vonulni, és miattam nem kellett fölmenni a színpadra. Mert hogy látták, hogy engem Anikó addig elkísért, aztán méregette Anikó, hogy megyek én ezen föl, és akkor aztán megmondta felügyelő, ez egyház kerület felügyelője, a Rados Anna megmondta, hogy ugye eltekintenek attól, hogyha nem megyünk most föl, mert az sokkal több időbe kerül. Nem mondta meg az igazat, hogy azért, hogy van, aki nehezen menne föl. Hát meg azért ilyen szolgálat után azt gondolom, hogy meg is érdemelte azt a kis figyelmesség. Kedvesek voltak, rendesek voltak, és akkor ott a következő előadás alatt ott ültem elől, és aztán mentem szépen vissza a helyemre. Még búcsúzóul is kaptam egy puszit a püspöktől. Szuper nap. Hát köszönöm szépen, és akkor még egyszer gratulálunk. Óriási volt.